üdvözlöm Önöket a SciTech-en. Kreatív gondolkodók nélkül társadalmunk és gazdaságunk megállna. A leginnovatívabbakat most az Európai Szabadalmi Hivatal Európai Feltalálói díjjal tüntette ki. Néhány perc múlva Luis Berenguer Jiménez hivatal szóvivőivel fogunk beszélgetni az idei döntősökről. A feltalálók mind úttörők a saját területükön, igazán inspirálóak. Az Európai Feltalálói Díjnak több kategóriája van, az ipari, a kutatás, a KKV, valamint az életműdíj. Az idei győztes Carl Leo német fizikus, akinek találmánya szinte minden második okostelefonban megtalálható. Mindig is nagyon kíváncsi voltam. Már gyerekkoromban is minden műszaki cikket szét akartam szedni, ezért a szüleim a műszerészbesze nevet adták nekem. Carl Leo beceneve manapság az organikus elektronikus pápa. A fizikus mérnök professzor és sikeres vállalkozó újításaival a feje tetejére állította az elektronikai ipart. Amikor a szerves félvezetőkkel kezdtem foglalkozni, ezek még egzotikus anyagok voltak, amelyek fizikailag is érdekesek. Új jelenségek voltak, de senki sem hitt a gyakorlati alkalmazásban. A szerves félvezetők szénből készülnek. Átalakíthatók porrá vagy folyadékká és energiával feltöltve világítanak. Leo azzal javította fel az eredetileg alacsony hatékonysággal működő félvezetőket, hogy nagyon kis mennyiségben más anyagokat adott hozzá, és egy olyan koktélt készített, amely végül 1 milliószoros hatással javította a vezetőképességet. Erre az áttörésre 1998-ban került sor, amikor csapata megalkotta az első hatékony szerves fénykibocsátó diódát, vagyis az OLED-et. A szerves félvezetők esetében két elv érvényesül. Vagy energiát adsz nekik, amivel fényt hozol létre a világításhoz vagy a kijelzőkhöz, vagy fordítva, elnyeleted velük a fényt és energiát hozol létre. A Leo által fejlesztett OLED-eknek jobb az energiahatékonysága, a fényereje és a színfelbontása. Ezért mostanra szinte minden második okostelefonban, táblagépben, síkképernyős tévében és számos napelem modulban is megtalálhatók. Valóban örülök az eredményeimnek, de a legérdekesebbek azok a dolgok, amelyeket még nem értettél meg. Az OLED-től a zöldebb műanyagokon át a tengeri madarak védelméig. A döntőbe jutott pályázatok várhatóan hozzájárulnak a gazdasági növekedés fokozásához és a mindennapi életjavításához. Itt van Luis Berenguer Jiménez, az Európai Szabadalmi Hivatal szóvivője. Köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk. Miért fontos az európai feltalálók eredményeinek elismerése? Nos, ezek a feltalálók arra szentelik az életüket, hogy leleményességükkel és kreativitásukkal korunk legnagyobb kihívásaira keressenek választ. Ezért szeretnénk bemutatni hihetetlen munkájukat, az innováció hatását, azt, hogyan teszik intelligensebbé, biztonságosabbá és fenntarthatóbbá a világot. Az Európai Feltalálói Díj egyedülálló betekintést nyújt számunkra az innováció, a kitartás és a siker valódi, magával ragadó történeteibe. Bemutatja a legjobb és legokosabb feltalálókat, akik inspirálják a következő generációt. Köszönöm szépen! Az Európai Feltalálói Díj győzteseiről és döntéseiről a SciTech honlapján olvashat bővebben az euronews.com-on. Köszönjük, hogy velünk voltak!